Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom a Kribaton TBR-omat és ajánlok néhány könyvet. Tartsatok velem! Minden, amit a Kribatonról tudni kell, azt megtaláljátok majd a bejelentő live-ban, amit linkelek a leírásban. De azért röviden elmondom, hogy a Kribatont idén 4. alkalommal rendezzük meg. Idén szellemeket fogunk megkeresni egy városban, Kribatonban, és különböző helyeket fogunk végigjárni egy térképen, a város különböző pontjain, és ezeket a szellemeket elküldjük a kastélyba, ahol majd a ridaton végén egy rituálé keretében elküldünk a saját síkjukra. Írjátok meg kommentben, hogy igénybe fogjátok-e venni Madame Poinvirgül segítségét, és kéritek-e majd, hogy húzzon nektek kártyát. Idén is vannak olvasós, illetve nem olvasós pontok. Az olvasósok azok számmal, a nem olvasósok betűvel vannak jelölve a térképen, illetve különböző színekkel, és mindig olvasós pontról indulunk a térkép szélén lévő start mezők valamelyikéről, start állomások valamelyikéről, és így haladunk tovább tetszés szerint, kedv szerint, az alapján, hogy kinek mennyi ideje van teljesíteni dolgokat, olvasni, nem olvasni, és így jutunk a kastélyba. Nagyon hamar megvolt már a TBR-om, ugyanis amikor ki lett alakítva ez az egész helyszín, akkor fontos volt, hogy teszteljük valamennyire, hogy mennyi oldalszám jön össze nagyjából, és ezért minden szervező megcsinálta a maga kis TBR-ját, hogy látszon, hogy feltételezhetően mennyit fog teljesíteni, és így alkottam meg én is a TBR-omat, amit azóta nem változtattam, mert olyan szempontokat vettem figyelembe, ami továbbra is áll, és olyan könyveket választottam, amik már az őszi TBR-omon is rajta voltak, és még mindig nagyon lelkes vagyok rájuk. 2 kötelező könyvem van a hónapban, illetve 3, de az egyiket ráérek egy kicsit később elkezdeni, ami azt jelenti, hogy már novemberben. Ezt a 2 könyvet a Kribatonra terveztem be, illetve volt még egy olyan szempontom, hogy nem szeretnék tököt faragni, mert nagyon-nagyon szeretem, imádom nézni a faragott tököket, megyünk is majd töklámpás fesztiválra, ahogy tavaly is voltunk, ezt láthattátok a tavalyi Kribatonos vlogjaimban, de magát, a tökfaragást azt nem nagyon szeretem, mert nagyon nehéz kikaparni szerintem a belsejét, és nem szeretek annyira hozzányúlni, és elfárad a kezem, szóval ezt inkább passzolnám, úgyhogy mindenképpen olyan útvonalat próbáltam keresni, ahol ilyen nincs. Így alakult ki, hogy az első pont, amin fogok indulni, az a tökmező, ahol spooky, cozy könyvet kell olvasni, és erre választottam a Pumpkinheads című képregényt, ami nekem újraolvasás lesz, mert pár éve pont a Kribatonkor olvastam, azt hiszem 2 éve, amikor a kísértett házas útvonal választós feladat volt, azt hiszem akkor, de lehet, hogy még a legelső, nem tudom. Minden esetre nagyon vágytam egy ilyen tök farmos történetre, és ennél jobbat még nem találtam, amilyen a Pumpkinheads, bár a történettel vannak néhány ponton problémáim, de magát a hangulatát nagyon szeretem, arról szól, hogy van egy fiú és egy lány, akik minden évben ezen a tökföldön dolgoznak, ami egy olyan tökföld, ahol nagyon sok minden van, tehát nem tököt termesztenek, hanem nagyon sok program van, és ennek a lebonyolításában vesznek ők részt, és a lány érez valamit a fiú iránt, a fiú viszont egész éjjel azzal van elfoglalva, hogy egy másik lány figyelmét felkeltse magára, és van benne egy ilyen időkorlát, hogy most a lány megvallja az érzelmeit a fiú iránt, vagy nem akarja elrontani a barátságukat, de hogy az időkorlát az benne, hogy ez az utolsó alkalom, amikor itt fognak dolgozni, és valószínűleg nem fognak már utána nagyon
sok időt eltölteni, hogyha nem köti össze őket ez a munka. Nagyon várom ezt a könyvet, mert imádom, ahogy kinéz. Faith Erin Hicks az, aki illusztrálta, és azóta ugye már nagyon sok videóban mondtam, hogy mindent olvasni akarok, amit ő illusztrált, ezt pedig már tudom is, hogy szeretem. Ráadásul ez a színes képregényei közül való, úgyhogy imádom. És Rainbow-ra írtam egyébként a történetet. A tökmezőről el fogok sétálni a könyvtárhoz, ahol szellemtörténetet kell mesélni. Itt szellemes történeteket kell olvasni, és erre kapóra jön az egyik kötelező könyv, tehát amit amúgy terveztem, és a Creepaton közös könyve, az Árnyiskola, amit szerintem most már nem nagyon kell bemutatni, mert az utóbbi nem tudom hány videóban biztos, hogy beszéltem róla, és azért választottuk ezt a Creepaton könyvének, mert valahogy pont nagyon jól illett a tematikába, és nem csak amiatt, hogy szellemes, hanem hogy ott is szellemeket kell felszabadítani egy iskolából, úgyhogy ez tökéletesen illik erre a pontra. A könyvtártól megyek tovább a mozi irányába. A moziban nem tudom, mit fogok megnézni, de biztosan sokféle olyan dolgot fogunk nézni, ami illik a Creepaton és a Halloween tematikájába. Ha más nem, akkor az Agatha sorozatnak az utolsó két része az október 31-én fog kijönni. Azokat mindenképpen tervezzünk megnézni, illetve ha lesz közös filmnézés a Creepatonon, akkor nyilván azt is, de nagyon szeretnénk újra nézni az Mise éjfélkort, ami a Flanagan sorozatoknak az egyik ilyen közbőső darabja, aminek az újra nézését már tavaly óta szeretnénk megtenni. A moziból elmegyek cukorkát gyűjteni, ami ugye ez a smink, ruha, jelmez, ilyesmi pontot jelenti. Én amúgy is nagyon szeretek öltözködni, szóval szerintem nem fog kihívást jelenteni, akár az egész héten úgy öltözködni, ami valahogy a Creepatonnak a tematikájába illik, és itt most nem a jelmezekre gondolok. Ezután indulok az elhagyatott udvarház felé, ami egy gótikus történet, és ide hoztam a másik kötelező könyvet, ami pedig a BookTube könyvklubnak az októberi közös könyve, a Véres hozomány, ami Dracula egyik feleségének a Draculához írt levelei és egy bántalmazó kapcsolatnak a bemutatása, és ezt is nagyon várom már. Innen megyek a mágiához, ahol egy boszorkányos könyvet kell olvasni, és itt nem egy regényt fogok olvasni, hanem egy novellát, mert ugye lehet novellát olvasni akkor, hogyha nem egy kötetnek a része, hanem önállóan is megállja a helyét, és ez pedig a The Little Witch, amit szintén említettem már az őszi TBR-omban, amire azt mondják, hogy a legőszibb, meg a leghalloweenibb történet, amit csak létezik, és egy nagyon hangulatos, és kedves, és egy kicsit melankolikus, mert hogy a főszereplő egy nő, aki minden évben cukorkát ad ugyanannak a boszorkánynak öltözött kislánynak, és ez a boszorkánynak öltözött kislány nem öregszik, ha jól tudom, tehát hogy így lehet sejteni, hogy mi a helyzet. És akkor innen megyek a kastélyba, ahol a legjobban várt könyvet kell olvasni, ami nekem a Bad Dreams in the Night, ami egy olyan képregény antológia, amiben ilyen spooky horror képregények vannak, kis rövid történetek. Olyan érzésem van, hogy időnként úgy érzem, hogy túl kevés ez egy hétre, máskor meg a realitás azért eszembe juttatja, hogy azért két regényt elolvasni egy héten, az nem annyira kevés egyáltalán, főleg ha azt alapul veszem, hogy mennyire keveset tudtam olvasni októberben eddig. De ha kevés lesz, akkor már legfeljebb hozzáveszek valami mást, meglátjuk.
Minden esetre nagyon izgatott vagyok, mert ugye keveset olvastam októberben, és nem igazán így terveztem, de mivel itt lesz a Kripaton, ezt a hetet ezt próbálom dedikáltan az olvasásnak szentelni majd. Persze lesz majd egy csomó program, meg mindenféle, úgyhogy csak reménykedni tudok benne, hogy bele fog férni minden, amit terveztem. Ebben a videóban nem csak a TBR-omat szerettem volna ismertetni, hanem ajánlani is könyveket minden ponthoz, minden olvasós ponthoz, és olyan formában, hogy mindegyik pontnál ajánlanék egy könyvet, amit már olvastam, illetve beszélnék egy olyan könyvről is, amit még nem olvastam, de nagyon szeretnék, de nem feltétlenül most a Kripaton ideje alatt, hanem majd valamikor a jövőben. Ugye az első pontra, a kastélyra, illetve a hármas pontra, a Jósdára nem tudok ajánlani, mert ugye a kastély az nagyon-nagyon függ attól, hogy kinek mi a legjobban várt könyve. A Jósda pedig ugye úgy működik, hogy 14 könyvet kell rakni egy magas polcra, amiből ki lesz sorsolva egy könyv, tehát ez is nagyon egyénfüggő. Úgyhogy a kettes ponttal kezdeném, ami a Tánc a mágia körül, ami egy boszorkányos történetet jelent. Az első ajánlásom, és ezt egyébként sokszor próbáltam figyelembe venni, hogy ne legyenek ijesztőek nagyon a könyvek, hogyha tudok olyat ajánlani, ami ilyen kedves, kózi, de azért spooky, akkor hát ha többen tudtok választani ezek közül. És erre a pontra egy képregényt hoztam, az Egy kis boszi naplóját, amit még a nyáron olvastam, és Lunáról szól, aki 13 évesen, vagy 12 évesen megtudja, hogy boszorkány, és az anyja titkolta ezt eddig előtte, és ennek megvan az oka, az anyjának a múltjában, a nagyanyjával való viszonyával kapcsolatban, és közben előkerül egy olyan probléma, hogy a város, ahol élnek, ott a boszorkányokat üldözték, és most a mostani polgármester, városvezető azoknak a leszármazottja, akik üldözték a boszorkányokat, és szeretné ezt az állapotot fenntartani, úgyhogy ebből lesz a konfliktus. Nagyon, nagyon jó ez a két regény. A végére nagyon komplex lesz érzelmileg, és nagyon-nagyon tetszenek a családi viszonyok, meg az a generációs traumáknak a feldolgozása, ahogy ez előkerül. Hoztam még ugye olyan könyvet erre a pontra, amit nem olvastam, és ezzel bajban voltam ennél a pontnál, mert hogy van egy csomó boszorkányos könyv, ami a radaromon van, szinte már nehéz is eldönteni, hogy melyiket olvassam, úgyhogy erre lesz majd egy projektem, majd nem sokára fogjátok látni, remélhetőleg, és mivel több könyvet is hoztam valamilyen formában erre a listára, ezek közül a könyvek közül, így most erre a pontra kiválasztottam a Vészlényt, ami egy idei megjelenés magyarul, és Niki olvasta, és nagyon szerette, és ez három különböző korban élő nőnek a történetéről szól, akik boszorkányok, természet boszorkányok, és úgy kapcsolódik össze a sorsuk, hogy mind hárman összekötődnek ebben a Wayward Cottage-ban, ha jól tudom. Kíváncsi vagyok nagyon erre a könyvre, főleg, hogy Niki nagyon szerette, és többen is mondták, hogy nagyon szeretik, úgyhogy nagyon várom. A negyedik helyszín az ugye a könyvtár, ahol szellemtörténetet kell mesélni, és erre az első ajánlásom az az Első csók és egyéb démonok, ami egy eléggé távolról jövő ajánlás, mert hogy igazából ez a könyv inkább démonos, de van benne egy szellemkutya, és a főszereplő egy középiskolás srác, akinek a kutyája szellemként meglátogatja és hívja fel az ő figyelmét arra, hogy valami veszély van körülötte, és az édesanyja nagyon beteg lesz, és nagyon gyanúsak ezek a körülmények, és kiderül, hogy démoni dolgok vannak a háttérben, és ezen kívül pedig azt láthatjuk, ahogy a srác próbál összejönni azzal a lányjal, aki nagyon tetszik neki. A
Még nem olvastam könyv erre a pontra, a kisvetett járás északi vizeken, amit úgy kezdtetek szintén, ahogy a vészlényt, hogy Niki olvasta és nagyon szerette, és ez is egy új megjelenés, és CJ Cooknak ez a legújabb könyve, ami magyarul megjelent, és ez pedig két időségben játszódik, az egyik az 1900-es évek elején egy izlandi bálnavadász hajó, másik pedig egy olyan tudós követ, aki amikor ez a hajó partra sodródik, akkor ezt vizsgálja, hogy mi lehetett az oka, hogy itt mi történt ezzel a hajóval, és hogy ilyen gyanúsan úgy tűnik, hogy van valami, ami azóta sem hagyta el ennek a hajónak a fedélzetét, és nagyon erőteljesen női traumákról szól ez a könyv. Az ötödik helyszín a Bosley, ahová képregényt kell olvasni, és ide az ajánlásom a Cramps című képregény, ami Webtoonon elérhető, és érdemes onnan olvasni, mert több fejezethez van zene, ugyanis nagy szerepet kap a zene az egyik karakter, az egyik főszereplő révén, aki zenész szeretne lenni. A történet egy olyan világban játszódik, ahol vannak mágikus képességek, és a főszereplő lány, ő neki nagyon különleges képessége van, mert hogy egy ilyen nem jövőbe lát, hanem a jelent, tehát a mindent lát igazából, és ezért nem nagyon lehet előle eltitkolni dolgokat. Ő egy olyan gyakornoki pozícióhoz jut, amiről mindig is álmodott, viszont ahogy végzi ezt a feladatot, úgy kérdőjeleződik meg benne, hogy valóban ezt akarja-e ő csinálni. Ezt nyugodtan olvassátok, mert nincs benne semmi ijesztő, ez egy nagyon kellemes olvasmány, illetve hát vannak nehéz témák benne, szóval, hogyha pont betalál egy olyan téma, akkor nem lesz annyira jó erről olvasni, nem lesz annyira kózi, viszont önmagában nagyon kellemes hangulatú, és sokat vagyunk egy pékségben, ahol a pékségnek a tulajdonosa érzelmeket süt a süteményekbe, és ez nagyon-nagyon kedves ötlet, és nagyon szerettem ezt a képregényt. Amit nem olvastam, az egy olyan képregény, ami nem tudom, hogy az animáció volt előbb, de szerintem az animációs film volt előbb, ez a Wolfwalkers, ami nekem egy nagyon, így a képi világában nagyon-nagyon őszi hangulatú történet. Ez egy olyan világban játszódik, ahol a farkasoktól nagyon félnek, és a főszereplő egy farkas vadásznak a tanítványa. Talán ő is az apja? Nem tudom. Nem nagyon sokat tudok erről a történetről, csak arról nagyon szép. És ő megismerkedik egy ilyen vad lánnyal, akivel együtt felfedezik, hogy neki, a főszereplőnek van olyan képessége, hogy az álmában a farkasokkal tud beszélni, és farkassá is tud változni, ha minden igaz. És nagyon-nagyon szép ez az animáció. Lehet, hogy a képregény lesz majd az, ami előbb sorra fog kerülni, és nem pedig az animáció. A következő helyszín az a Kukorica labirintus, ami az őszi olvasmányoknak a helyszíne, és ide hoztam ajánlani a Paper Girls, és az újságos lányokat, amit nem nagyon kell szerintem bemutatni, és most már elérhető magyarul az egész sorozat, és az első része az egészen biztosan ősszel játszódik, mert a Halloween utáni napon kezdődik, ahol egy csapat újságos lány mindenféle furcsa, nagyon furcsa események közé keveredik, és nagyon ilyen 80-as évek vibe-ja van, mert hogy szerintem a 80-as években is játszódik, és kicsit ilyen Stranger Things-es hangulatú. Szeretném ebben a tematikában valamikor elolvasni a Cackle című könyvet, amire, hogyha az előzőre azt mondtam, hogy olyan Stranger Things-es, ez olyan szívek szállodájás, amit amúgy én annyira nem szeretek, csak hogy így megvan ez a hangulat, hogy ősz és kisváros, és furcsa emberek, és itt ide költözik a főszereplő, akinek így bedölt az élete, és ezért akar egy ilyen kisebb helyre költözni, és ott tanári állást vállal, és hiszem a szomszédja viszont egy nagyon furcsa nő, akire azt mondják, hogy boszorkány,
és ez a nő nagyon szeretne ővel a barátságot kötni, és hát furcsaságok történnek, úgyhogy meglátjuk. Azt hiszem ez olyan, hogy ilyen könnyedés, de azért creepy is eléggé. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi a creepy faktora ennek a könyvnek. A következő pont a tó, a női szerzős történeteknek a pontja, és ez egy nagyon érdekes választás lett, ugyanis mind a kettő ajánlásnak egy szerzőnek a könyvét hoztam, csak az egyiket már olvastam tőle, a másikat pedig nem. Az a szerző Melissa Albert, és amit olvastam tőle, az a Bűnös szívünk mélyén, ami tavaly jelent meg az Agave-nál, és ez egy anyalánya kapcsolat, boszorkányság, 90-es évek vibe, és arról szól, hogy a főszereplő éjjel egy autózás során véletlenül belefut egy messzelen nagyon furcsa nőbe, és elkezdenek furcsaságok történni, halott nyulak kerülnek elő, és rá kell döbbennie, hogy az anyjának van egy titka, a titka ehhez a nőhöz kötődik, és közben megismerjük az anyjának a múltját, és kiderülnek ezek a boszorkányos titkok, és ez pedig nekem nagyon a Bűvölet The Craft című filmnek a hangulatát hozta, és nagyon szerettem. Ugyanett a szerzőtől jelent meg még korábban a Mogyorúligát, amit nem olvastam, és időnként elém kerül, és eszembe jut, hogy el szeretném olvasni, és most, ahogy készültem erre a videóra, és elolvastam végre rendesen a főszövegét, bár biztos már olvastam korábban is, de nagyon-nagyon felhájpolódtam rá. Nem tudom, hogy mikor fog sorra kerülni, de nagyon szeretném, mert ez pedig egy kicsit a leírás alapján emlékeztet a Starling házra és a Gallantra. A főszereplője egy 17 éves lány, aki az anyjával mindig úton van, és a bal szerencse előtt vannak egy lépéssel, bármit is jelentsen ez, és az ő nagymamája egy nagyon híres, sötét, tündérmese gyűjteménynek az írója, és a nagymama meghal, és akkor kezdődnek el a bonyodalmak. A főszereplőnek eltűnik az édesanyja, és gyanús, hogy egy olyan valaki áll e mögött, aki mintha a nagymamájának a könyvéből jött volna. A következő pont a köd, ami egy spooky LMBTQ olvasmány, és erre az aktuális egyik olvasmányomat hoztam, ami a Kotnyeles kölykök, ami pedig egy Scooby-Doo-hoz hasonló történet, erről is beszéltem már többször, meg majd beszélni fogok az októberi vlogomban is. Úgy tűnik, hogy most ebben a videóban mindent hasonlítok valamihez. Ebben a történetben a 70-es években egy gyerek csapat megoldott bűncselekményeket, ahol mindig olyannak tűnt, mintha valami természetfeletti lenne, de valójában mindig kiderült, hogy egy maszkos alak okozza a furcsaságokat, és amikor ők felnőnek, már 90-ben, azt gyanítják, hogy a legutolsó ügyüket nem sikerült teljes mértékben lezárni, és mindegyiküknek ettől siklott ki az élete, és elhatározzák, hogy visszatérnek, és utána járnak a dolgoknak, hogy mi is történt akkoriban. És itt az egyik lány szerelmes a másik lányba, és ez nagyon-nagyon erőteljesen érezhető az egész könyvben, illetve szó is van róla, hogy hova fog ez kifutni, azt nem tudom, de lassan most már igyekszek befejezni ezt a könyvet, ami egyébként nagyon tetszik, csak tényleg nem sok időm jut mostanában az olvasásra. Erre a pontra hoztam Crystal Sutherland-től az Invocation, ami nem tudom, hogy említettem-e már, de jövőre meg fog jelenni a Maxim kiadónál, és nagyon-nagyon várom. De én még szeretném előtte elolvasni, mert most túlságosan izgatott vagyok rá, és ez is egy projektemnek a része. Ez a történet három lányról szól, az egyikük nagyon szeretné, hogyha a mágia létezne, mert meghalt a testvére, megölte őt egy sorozatgyilkos, és nagyon szeretné visszahozni őt. A másikok démont idézett, vagy démonnal kötött egyességet, nem tudom, de eléggé rosszul sikerült, és mindenhol a halál jár a nyomában, és fél, hogy nem sokára meg fog halni. És a harmadik lány pedig úgy kerül a képbe, hogy ő egy boszorkánynak a lánya, és
ők ketten hozzáfordulnak, mert hogy ő szokott árulni varázslatot, varázserőt a lelkük egy részéért cserébe. Viszont neki is van egy sötét titka, mégpedig, hogy mindenki, akivel eddig üzletet kötött, valamilyen úton, módon meghalt. És hú, nagyon jól hangzik ez a könyv, és nagyon várom már. És hogy itt mi az LMBTQ szál, azt nem tudom. Egyáltalán csak tudom, hogy rajta van a címke. A tökmezőn spooky cozy történeteket kell olvasni. Itt nagyon gondolkoztam azon, és Niki véleményét kikértem, hogy szabad-e hozni erre a pontra a Varázslókalauz önvédelmi sütéshez című könyvet. És megbeszéltük, hogy valószínűleg Kingfishernek bármelyik könyvét lehetne hozni valamilyen szinten, de hogy ez a könyv kevésbé spooky, ez nem a horror könyveik közül való, hanem a fantasy közül, és szerintem nem nagyon kell már bemutatni, mert nagyon sokan beszéltünk már róla, mióta megjelent meg már korábban is, de azért elmondom, hogy a főszereplő Mona, aki egy kenyérmágus, aki tényleg csak ahhoz ért, hogy a kenyeret, a süteményeket, mindenféle tésztákat bűvöljön, és ezt nem tartja nagyon hasznos képességnek, hasznos varázserőnek, de amikor egy lánynak a holttestét találja meg a pékségben, és kiderül számára, hogy egy sorozatgyilkos jár a városban, aki a mágiával rendelkező embereket próbálja megölni, akkor rá kell döbbennie, hogy nagyon is hasznos dolgokat tud ő is kezdeni egy kis kreativitással. Erre a pontra hoztam a Rendkívüli Boszorkák Igen Titkos Társaságát, amit szintén kezdhetek úgy, hogy Niki már olvasta és szerette, és ez is nemrég jelent meg, és szerintem nagyon sokan beszélünk róla mostanában, és ez is annak a projektemnek a része lesz majd. Ez pedig arról szól, hogy ebben a világban a boszorkányok nem tölthetnek együtt időt, mert hogyha összegyűlnek, akkor a varázserő az könnyen kitudódik, és azért a boszorkányság egy nagyon magányos dolog, és a főszereplő Mika még annál is magányosabb, és egyszer felkérést kap arra, hogy három kis boszorkányt kezdjen el tanítani, hogy ne történjen probléma az ő képességeikkel, amikor egy bizonyos személy meglátogatja azt a házat, ahol ők élnek, és közben lesz egy romantikus kapcsolat egy könyvtárossal, aki szintén ott él, és nagyon fontos számára a három kislánynak a sorsa. A következő helyszín az egyik kedvencem, az iskola. WC papírozás az iskolánál, aminek a pontja a Dark Akadémia. Nagyon vicces. És ide erre a pontra hoztam a Csillagtalan tengert, amit még 2020-ban olvastam, és nagyon illene már újra olvasnom, mert amikor először olvastam, akkor nem értékeltem annyira, mint amennyire valószínűleg ez a könyv megérdemelni, meg amennyire gondolom az alapján, hogy Erin Morgenstern másik regényét, az Éjszakai Cirkuszt mennyire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Lehet, hogy pont annyiszor mondtam, hogy nagyon, mint ahányszor újra olvastam már azt a könyvet. Ez a könyv Zekeriről szól, aki az egyetemi könyvtárban talál egy furcsa könyvet, amit elkezd olvasni, és mindenféle történet van benne, de egyszer csak felfedezi, hogy van történet, ami róla szól. És ennek megy ő utána, és találkozik egy fiatalemberrel, akivel elkezdenek egymáshoz vonzódni. Ebben a könyvben nagyon-nagyon sok történet van, nagyon sok kis mese, olyan szimbólumok, amik valahogy összeérnek, és ez az, ami bennem nem történt meg sajnos akkor, amikor ezt először olvastam, úgyhogy nagyon szeretném tényleg majd újra olvasni egyszer. Ide hoztam másik könyvnek, a Mintha gonoszok volnánk című könyvet, amit szintén nagyon szeretnék már egy ideje elolvasni, de valahogy mindig csak tologatom. Ez pedig egy olyan csapatról szól, akik mindig Shakespeare darabokat adnak elő,
és az egyikük meghalt, és egy másikukat tartották felelősnek, és ő börtönben is volt emiatt, és az ő elmesélésében ismerhetjük meg, hogy mi is történt valójában. Ideje lenne már elolvasnom. Az utolsó pont, az elhagyatott udvarház, ide gótikus történetet kell olvasni, és ide én a Piranézit hoztam, ami nagyon nagy kedvencem, és jövőre tervezem újraolvasni. Ez egy nagyon hangulatos könyv. Erre szokta mindenki azt mondani, hogy nem szabad róla túl sok mindent tudni. Nekem eléggé kózi is bizonyos szempontból, de bizonyos szempontból meg nyomasztó, és tudom, hogy ez egy nagyon jó kombináció. És a főszereplője Piranézi, aki valahol él a házban, ahol nagy csarnokok vannak, és szobrok, és madarak, és itt tölti az életét, és időnként megjelenik a másik, aki az egyetlen ember, akivel ő találkozik, és szerintem elég ennyit tudnatok. Az elolvasandó könyvemnek ide, erre a pontra az Egy sötét ablak, One Dark Window című könyvet hoztam, ami nemrég jelent meg a könyvmajképzőnél, és sosem jutott róla eszembe, hogy ez egy gótikus történet, viszont rajta van a címke, úgyhogy úgy gondoltam, hogy választhatom ezt is. És ez egy olyan fantasy világban játszódik, ami ilyen nagyon sötét és ködös, és a főszereplőnek az a célja, hogy a sötét mágiától megszabadítsa ezt a helyet, és ehhez össze kell gyűjteni valamiket, nem tudom pontosan, hogy miket, és a főszereplőnek a fejében van egy szellem, egy ilyen ősi lény, aki segíti őt, de aztán, ahogy halad az idő, úgy veszi észre, hogy lehet, hogy egyre inkább ez a szellem határozza meg az ő cselekedeteit, a döntéseit, és útközben még találkozik utanállókkal, illetve az uralkodó, felségáruló unokaöccsével, akivel elkezdenek érezni egymás iránt valamit. Ezeket a könyveket hoztam tehát ajánlóba. Remélem, hogy segítettem a TBR-otok összeállításában. Írjátok meg, hogy ti milyen úton fogtok haladni Creepa Townban a kastély felé. Remélem, ti is hasonlóan lelkesek vagytok, mint ahogy én, és remélem azt is, hogy sok programon fogunk majd találkozni a Creepa Town során. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!